Kedves nézőink, most pedig kérem tartsanak velünk a Dynamic Rock'n'Roll Klub nyári táborába. A vakáció utolsó hetében versenyző gyerekeknek tart tábort a Dynamic Rock'n'Roll Egyesület. Mit tanulnak ezen a héten a gyerekek? Hát ezen a héten a régi koreográfiák csiszolása, van olyan csoport, aki teljesen új koreográfiát kap, és természetesen a kondi előkészítése az őszi versenyekre, az talán a legeslegnagyobb dolog. Hány gyerek van itt ezen a héten, és kik foglalkoznak velük? 44 gyerekkel dolgozunk, van olyan, aki volt már a kicsik táborába is, és itt is itt van, de most a felnőtt, junior, children, serdülő versenyzőkkel dolgozunk. Matán Szilvia az egyik edző, másik én, a Horváth Márkő a felnőttekhez jön délután. Mennyi időnek kell ahhoz eltelnie, mire egy gyerekből versenyző lehet, és van-e életkori korhatár? Hát életkori korhatár nincs. Mi a csoportoknál 3-4 éves gyerekekkel kezdünk foglalkozni. A gyerekek közül ugye nincs két egyforma gyerek. 2-3 év alatt az iskolás korúak eljutnak a versenyzői szintre. Az óvodásoknál van, aki 6 éves korában versenyez, még iskolába sem jár. Tehát ez igazából a csoport összetételtől és a gyerektől, a személytől is nagyon függ. Az edzések mikor kezdődnek, és új tagokat várnak-e a csoportokba? Igen, szeptember közepén kezdjük újra az edzéseket. A versenyzőkkel már addig is dolgozunk. A Fekete Vörös Marti iskolába és a úgynevezett gyerekek házába, a Fekete régi épületébe tartjuk a foglalkozásokat, és természetesen várjuk az újakat is. Úgy alakul, hogy a fiúkat nagyon kell agitálni, nagyon kell toborozni, de nagyon-nagyon várjuk a lányokat is, és szeretnénk, ha minél több fiú jelentkezne. Hány tagúak ma a csoportok, és hány százalékuk a fiú? Hát nagyon kis százalék a fiú, most itt a táborba 3 fiúval dolgozunk, és a 41 kislánnyal. Az utóbbi időben kevesebb a páros versenyzőnk, a lányformációk kerültek előtérbe, de ez nem csak Ajkán nálunk van így, ez országos és nemzetközi szinten is. Nagyon komoly lányformációs versenyek vannak. Az úgynevezett kis formációkban 6 fős a versenyzői létszám. A nagy formáció a childreneknél, serdülőknél, junioroknál 12 fős. A felnőtt formációkban pedig 16 fős a nagy formáció. Tehát van lehetőségük a lányoknak is komoly megmérettetésre, de valahol mindenki szeretne párosba versenyezni, ha több fiú lenne a csoportokban. Szeptemberben számos kulturális program lesz Ajka városban. Melyikre kapott meghívást a csoport? Hát a szeptemberit, ami már biztosan tudom, hogy a Tök Fesztiválon szerepelni fog a csoport, és nagyon sikeres, nagyon jó szereplésünk volt az augusztus 20-ai fellépés. Az idei különleges év az Egyesület életében. Az idén ünneplik fennállásuk 20. évfordulóját. Igen, 20 éve működik, mint sportegyesület a Dynamic Rock'n'Roll Klub. Egy jubileumi megemlékezést szeretnénk a csoporttal. Ez nagyon függ a versenyek ütemezésétől. Nagyon úgy néz ki, hogy november 2. felébe meg lesz az utolsó országos verseny, amire már biztos, hogy kvalifikálni tudja magát több csapatunk is, párosunk is. Úgyhogy valahol a november vége, december elejét szeretnénk, régiekkel egyeztetve, hogy minél többen el tudjanak jönni, aki a 20 év alatt táncolt, versenyzett az Egyesülettel. Az ősszel milyen versenyeken vesz részt az Ajkai csoport? Ami már biztos, október elején és november elején területi verseny lesz. Az egyik Pápán, a másik Veszprémbe, arra minden versenyzőnk jön, minden versenyző érintett, és a 2-2 országos versenyre, Gyöngyösre, Pécsre, Budapestre, oda akik a területén kvalifikálni tudják magukat, ők biztosan mennek. 3 csapatot tudok mondani, akik úgy állnak a pontversenybe,
a felnőtt lányformációnk, a The Core, ők biztos, hogy ott lesznek az országos versenyeken, a Serdülő és Children nagyformációink biztos, és a Serdülő kisformáció. Párosunk is reméljük, hogy sikerül úgy szerepelni, hogy ők is tudnak jönni, és várjuk a Childrenektől, Serdülőktől, a többiektől is a következő területi versenyeken a jó szereplést. A táborban Horváth Márk a The Core formációval foglalkozik, akik tavaly komoly sikereket értek el. Milyen formában vannak a lányok, és változatlan a formáció összetétele? A formáció összetétele változatlan. Tavaly, amint azt említetted is, ugye a magyar bajnoki címet sikerült elhódítaniuk. Az idei évben azért vannak kisebb-nagyobb bökkenők, akadályok, amikkel meg kell birkozni a csapatnak. Ugye azért mindenki már dolgozik, egyéb elfoglaltságai vannak, kicsit nehezebb összehozni az edzéseket, de továbbra is az a célunk, hogy úgy készítsen fel a csapatot, hogy az idei magyar bajnokságra, ami novemberbe kerül megrendezésre, esélyesek legyenek a dobogó legfelső fokára. Jelenleg az országos ranglistán a második helyen van a csapat. Akkor már csak egy ugrás az első hely. Mi kell ahhoz, hogy ők legyenek a legjobbak? Igazából az egy jó forma időzítés, ami kell hozzá. Úgy gondolom, hogy ezzel az edzőtáborral, ami szintén nem mondhatnám hasonlónak a picikéhez, hiszen ők egész nap itt vannak, a mieink azért napközben dolgoznak, és utána egy jó hosszú estéig nyúló technikai, akrobatikai és erőléti edzéssel folytatják a napot. Én is munkából jövök, úgyhogy így tudjuk beosztani az időnket, és ezzel az alappal indulunk majd neki a szeptemberi szezonnak, ami majd két területi versenyből fog állni, ami kvalifikál az országos versenyekre, és két országos versenyből, aminek a második fordulója lesz a magyar bajnokság, és mi idén is erre szeretnénk a legjobb formánkat összehozni, mert ennyi edzéssel, ami a rendelkezésünkre áll lehetőség szempontjából, elég nehéz azért azt elcsípni, hogy mindig csúcsformában legyen a csapat. A lányok hány éve táncolnak így együtt, és hány edzésük van hetente? Egy normális szezonban általában egy keddi és egy pénteki edzést tudunk beütemezni, és amikor elindul a versenyszezon, akkor azért hétvégén is össze szokott állni a csapat. Nyáron is folyamatosan vannak edzések, és ezzel készülünk. A csapat már régóta együtt táncol, kisebb-nagyobb cserék voltak, de most már, ha jól emlékszem, akkor két éve ugyanebben a hatos felállásban indulnak a lányok. Milyen koreográfiákat tanulnak ők a következő évben? Most ebben a fél évben ugyanazzal készülünk, amivel az előző fél évben indultunk. Teljesen új koreográfia készült a januárra kezdődő szezonra. Ennek is a kitisztázásán dolgozunk, új akrobatikákkal azért készülünk, de hogyha nem lesznek tökéletesek, akkor nem szeretnénk kockáztatni, inkább a biztosra megyünk. Mert úgy gondolom, hogy tehetségben és fizikumban tudnak olyan szintre emelkedni a lányok, hogy a mostani nehézségű koreográfiával és akrobatika körrel is megverhető a mezőny, csak azt tökéletesen kell végrehajtani.